reggeli füstjelek. Jó reggelt kívánok! Így Halloween, Minden Szentek és Halottak Napja felé közeledve arra gondoltunk, hogy egy mini sorozat keretein belül szeretnénk megvizsgálni ezeknek az ünnepeknek a hátterét, az eredetét, esetleges biblikusságát, és mivel mindegyik ünnep a halottakhoz, a halottak állapotához és a halottak szelleméhez, lelkéhez köthető, így ezeket a témákat is szeretnénk megvizsgálni, természetesen a Biblia fényében. Ma reggel a lélek halhatatlanságáról szeretnék beszélni nektek, holnap reggel megvizsgálnánk akkor ezeknek az ünnepeknek az eredetét, alapját, biblikusságát, majd szerdán reggel egy 15 évvel ezelőtti cigánykártya jóslásának eredményét szeretném elmesélni nektek, valamint egy szellemidézés történetét, mint saját tapasztalatot, és 10 órakor, tehát november 1-én 10 órakor Vatai Petinek az édesanyja, akit innen is szeretettel köszöntök, ő fogja elmesélni nektek egy asztaltáncoltatás történetét, ami szintén egy személyes tapasztalat lesz, ami után Peti fogja nektek elmondani a Bibliából, hogy mennyire biblikusak ezek a szeánszok, hogy az Isten jóvá hagyja-e, engedi-e nekünk azt, hogy kommunikáljunk a szellemvilággal. És csütörtök reggel egy angyalterapeutának a történetét fogom elmondani nektek, hiszen 2015-ben megszólította őt az Isten, kiszólította őt az okkultizmusból, és azóta hirdeti a Biblia igazságát. A lélek halhatatlanságának eszméje már hosszú évezredek óta tartja magát, és tulajdonképpen valahol meg is érthető ez a felfogás, hiszen a halál számunkra egy megfoghatatlan történés. A szerettünk egyik pillanatban még van, a másikban nincs. És ezt a hiányérzetet, ezt a feldolgozhatatlan jelenséget próbáljuk azzal enyhíteni, hogy azt gondoljuk, hogy a szerettünk tovább kíséri az utunkat, néz minket fentről, az égből, a mennyekből, ugye kinek hite szerint, és segíti a mi további életünk folyását. De ha jól belegondolunk ebbe, valóban ezt szeretnénk? Szeretnénk, hogy a szerettünk lássa a mi szenvedésünket, azt a szenvedést, amit az ő halála okozott nekünk? Vagy szeretnénk, hogy később lássa a mi csetlésünk, botlásunk, a velünk történt igazságtalanságokat, vagy éppen azt, amikor mi vagyunk igazságtalanok másokkal. Ezen a ponton kell megemlítenem a reinkarnáció, azaz a lélekvándorlás tanát, miszerint halál nincs, a test ugyan meghal, de a lélek az tovább fog élni, mert az ember egy örök életű lélek. Ez az örök életű lélek úgy cserélgeti az öreg, hasznavehetetlen testeket, mint az ember a ruháját. Addig cserélgeti a testeket, addig születik újjá, vagy újra, amíg meg nem találja életének a lényegét, létének célját, és el nem érheti az örökké valóság világát. Zárójelbe tenném, hogy ha örök életű lélek ez a lélek, akkor miért vágyik az örökké valóság világába? Fel kell merüljön több kérdés az emberben. Az első kérdés az, hogy ha el is tekintünk a Bibliától, hogy Ádám és Éva népesítette be a Földet, akkor is kellett legyen egy emberpárnak, ők kinek a lelkét kapták meg? Kinek a lelke született bele az első emberbe? És ha tovább gondoljuk, Hitler, Néró, vagy akár a bibliai Heródes, az ő lelkük elérte már az örökké valóságot? Vagy talán még a mai napig is újra és újra kell születniük bármelyikünk testébe ahhoz, hogy le tudják vetkőzni rossz szokásaikat, egójukat, énjüket? Hogyan lehet akkor az ember egyedi, egyéni, megismételhetetlen alkotás, hogyha valaki más lelke irányítja az életét? Hiszen a reinkarnáció tana szerint a szervezet egy egység, aminek szervező ereje a lélek. És a lélek nem más, mint az élet tevékenységeink irányítója. Újabb zárójel, hogyha a szervezet egy egység,
akkor a test halálával, mint részegységgel nem borul föl ez az egység. Ezzel szemben a modern kor tudománya, az agyfizika, az agykutatás azt mondja, hogy életünk minden területét az agy irányítja, így a lelki történések mögött is agyi és kémiai folyamatok zajlanak, és az ember halálával az teljesen megszűnik létezni. Spirituális és ezoterikus tanítók, írók, könyvek hivatkoznak újra és újra a Szentírásra és Istenre, alátámasztandó tanításaikat, de a Biblia a modern kor tudományával ért egyet, pontosabban a modern kor tudománya támasztja alá a több ezer éve Bibliában állítottakat, miszerint nincs különálló, önálló tudattal rendelkező lélek. Prédikátor könyvében Salamon így ír erről. Kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy felmegye, és az oktalan állat lelkét, hogy a föld alá megye? Ezek szerint már Salamon idejében is a pogány népek hiedelmét, szokásait átvette az izraeli nép, ezért keményen oda kellett szólni a tévtanítások kijavítására. Pedig a Biblia már az első lapjain megadja az alapvetést, és leírja az ember felépítését Mózes első könyvének második fejezetében. És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelte az ő orrába az életnek lehelletét, és így lőn az ember élő lélekké. Tulajdonképpen egy teljes matematikai képletet vázolhatunk föl ebből az igéből, méghozzá az Úristen formálta a földnek porából az embert, ehhez hozzáadta az élő lehelletet, és egyenlő, így lett az ember élő lélekké, egyénivé, egyedivé, egyéniséggé. Ha a képlet bármely elemét kivennénk az egyenletből, minden fölborulna, és nem jönne ki a végeredmény. Így tehát a test nem tud mit kezdeni az élő lehellet nélkül, az élő lehellet sem tud mit kezdeni test nélkül. És az Úr kijelentette azt is, hogy visszatérsz a földbe, hiszen onnan vétettél, mert por vagy te, és porrá leszel újra. De akkor mégis mi lesz ezzel az élő lehellettel, amit az Isten a teremtéskor, ami porból összegyúrt testünkbe lehelt? Prédikátor könyvében azt írja Salamon, hogy visszatér az Istenhez ez a megelevenítő lélek, de ezek csak a megelevenítő lelkek. Akkor mi lesz velünk, a mi lelkünkkel, amit mi egyediségnek, egyéniségnek, személyiségnek azonosítunk? Megőrzi az Úr mindazokat, akik szeretik őt. Csodálatos ígéret ez, ami nem csak a földi védelemre szól, sőt, legfőképpen arra az időre szól, amikor lezárul a földi történelmünk, Jézus Krisztus visszajön megítélni élőket és holtakat, és akkor az Isten előhívja azokat, akik őt szerették. Az Isten megőrzi a mi egyediségünket, a mi személyiségünket, a mi gondolkodásmódunkat, és előhozza azt a feltámadás napján. De akkor mégis mi történik az emberrel a halál után? Az egész Biblia következetesen alváshoz hasonlítja a halált, a halál állapotát. Emlékezzünk Lázár történetére, amiből most így olvasok néhány részletet János 11. fejezetéből. Lázár, a mi barátunk, elaludt, de én elmegyek, hogy felkeltsem őt. Mondták az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, akkor majd meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szólt. Ekkor azért Jézus nyilvánvalóan ezt mondta nekik, Lázár meghalt. Az alvás azért tökéletes hasonlata a halál állapotának, mert mi, amikor alszunk, öntudatlanok vagyunk. Nem tudjuk, mi történik körülöttünk. És a Biblia szerint a halál állapota pontosan ugyanilyen. Az élők tudják, hogy majd meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak. És azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elveszett.
mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett, és többé semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik. Valamit azért, ha hatalmadban van cselekedni erőd szerint, itt a földön, azt cselekedjed, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, azaz a sírban, sírgödörben, ahová te menendő vagy. Az alvás azért is szép hasonlata a halálnak, mert az alvásból van felébredés. Ahogyan Jézus mondta, Lázár barátunk elaludt, de én elmegyek, hogy felköltsem őt. Csodálatos ígéret az, hogy Jézus értünk is el fog jönni, és fel fog költeni minket, hiszen azt írja a Biblia, hogy ha hisszük, hogy Jézus Krisztus feltámadt, akkor azt is hinnünk kell, hogy az Isten előhozza mindazokat, akik elaludtak. És hogy mikor, és hogy hogyan, és hogy hogyan kapcsolódik mindez a Halloween minden szentek és halottak napja ünnepeihez, ezt a holnap reggeli füstjelből megtudhatjuk, de addig is két igével szeretnélek utatokra bocsájtani titeket a mai napon. Nem a meghaltak dicsérik az Urat, nem azok, akik alászálltak a csendességbe, mert nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged, hanem aki él, az dicsőít téged, mint ma én.